Azt hiszem, hogy jogszerűen következik, hogy ezért is van létjogosultsága annak, hogy ma itt alkotmányozás kezdődjön. Benedek Elek testamentum, és aztán ne félj, ne szégyel szeretni a hazát. Ma a világpolgársága divat, de te ne hódolj a divatnak. Inkább légy vad magyar, mint szelíd hazafi. Zényi Miklós, ne bánsd a magyart. Mert ha sehol is, otthon állok, mert az a való, amit én látok, akkor is, ha mint déli bábot fordítva látom a világot. Így maradok meg hírvivőnek, őrzeni kincses temetőket, homlokon lőhetnek, ha tetszik, mi ott fészkel, égbe menekszik. És Gyula haza a magasban című versorával megilletődve válok itt az országgyűlés szép épületében, a Szent Korona előtt, a címerek mögött. Megilletődve és meghatódva is azokra gondolok, akik nem érhették meg ezt a napot. Akik nem érhették meg azt, hogy itt egy egészen más alkotmányról beszéljünk, mint ami az elmúlt, a gyalázatos kommunista évtizedekben történt és volt. Örüljünk, képviselőtársaim, annak, hogy egy új alaptörvény születik, hogy megérhettük, hogy itt lehetünk, hogy részesei lehetünk ennek az alkotmánynak. Nem mondom, hogy tökéletes, azért beszélünk róla, azért vitatkozunk róla, hogy csiszolódjon, szebb legyen, mindannyiunk javát és a nemzet javát szolgálja. Nincsenek illúzióim természetesen. Tudom azt, hogy a mai alkotmányozás, melynek a szintere azért is nagyon jó, mert azt hiszem, hogy mindenki itt van az alkotmányozáshoz, aki szükséges. Itt vannak a nemzeti erők, akik új alkotmányt akarnak. És én nem sajnálom, megmondom őszintén, hogy nincsenek itt a szocialisták, hát hisz az elmúlt 6 évtized bűneiért, apáink és nagyapáink elvett vagyonáért, recskért és a többi disznóságért ők felelnek. Nem baj, hogy nincsenek itt, biztos azért nem jöttek el, mert lelkiismeret furdalásuk van. Ezzel kapcsolatban lenne egy törvényjavaslatom, és ezt nem merem elmondani, mert túl eretnek gondolat lenne, hogy mi a véleményem a szocialista pártról, bár Szijjártó képviselő úr már elmondta, hogy azért a mérhetetlen adósságért, amit itt ránk hagytak, valaki biztosan felelni fog a törvényes eszközök és keretek között természetesen. No tehát, kit érdekel ma a Magyar Köztársaság alaptörvénye és alkotmánya? Ki az, aki ezzel foglalkozik? A médián, a parlamenti képviselőkön, a legfelsőbb bíróság elnökén, az ombudsmanon, a nagy tisztségviselőinkön, a közigazgatás vezetőin, a polgárokon kívül. Bizonyára sok, a Csonka Magyarország sok polgára érdeklődik, hogy milyen alkotmányunk lesz. De nincsenek illúzióim. Én azt gondolom, hogy ez az emelkedett nap a legnagyobb érdeklődést a diaszpórában élő magyarok között találjuk, mondjuk az között a 200 ezer magyar és leszármazottjai között, akik az 1956-os forradalmi szabadságharc után egyetemről földönfutóvá váltak, és akik Buenos Aires-től, New York-tól, Tel Aviv-on keresztül élnek a világban. Az ő szívük biztos itt dobog. Biztos velünk éreznek, és biztos érzik ennek a történelmi pillanatnak a jelentőségét. És természetesen a gyalázatos 1920. június 4-i trianoni békeszerződés, illetve az ezt megelőző őszirózsás forradalom és a dicstelen tanácsköztársaság bukását követő terror után bizonyára elsődlegesen és legfontosabb szereplői és érdeklődői ennek az alkotmányozási folyamatnak a határon túli magyarjaink, magyar testvéreink. Éljen azok Burgenlandban, Felvidéken, a magyarság szívében, Erdélyben, a Délvidéken, vagy bárhol, szórvány magyarságban, a Kárpát-medencében. Engedjék meg, hogy sok képviselőtársam szokott itt különböző plakátokat mutogatni, én nem vagyok ennek híve, de hát alkalmazkodni kell a modern PR-hoz, ugye kedves képviselőtársaim, kormánypárti képviselőként, ezért felmutatok egy plakátot. Március 15-i plakát, amely így szól, 2011. március, 15 millió magyarnak lenni jó, a nemzet tavasza.
ez volt Csíkszeredán, ez volt Sepsiszentgyörgyön és mindenütt Erdélyben. Érzik és tudják, hogy miről szól ez az alkotmányozás. Kedves képviselőtársaim, egyetlen egy cikkeljel, egyetlen egy mondattal szeretnék foglalkozni felszólalásomban. Magyarország az egységes magyar nemzet eszméről vezérelve felelősséget visel a határon kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja a magyarságok megőrzésére irányuló törekvéseiket, előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal. Miről szólt ez a plakát, miről beszélt Antal József annak idején, hogy lélekben 15 millió magyar miniszterelnöke. Most itt a lehetőség, ezzel az alaptörvénnyel és ezzel az alkotmánnyal, hogy nem csak lélekben érezzük a határon kívül rekedt magyarjainkkal, testvérnek magunkat, hanem igenis egy lelki hazában fogunk élni. Nem kérdés a számomra, de nem hiszem, hogy bármelyik oldal az itt ülők számára kérdéses lenne, hogy az úgynevezett sarkalatos törvények során meg fog születni az az új választási törvény, amely biztosítani fogja, hogy mindenütt, ahol a Kárpát-medencében és máshol magyarok élnek, legyen választójuk és szavazatjoguk. Ezzel fog kiteljesedni a nemzet lelki egysége. És itt szeretnék csatlakozni a kiváló felszólaláshoz, amelyet Navracsics miniszter úr mondott, az in integrum restitúcióra, az eredeti állapot helyreállítására. Igen, valljuk be őszintén, kedves képviselőtársaim, hogy ebben a kérdésben, mármint a Trianonban megcsonkított magyarság kérdésében sincs sajnálatos módon in integrum restitúció. Nem tudjuk, és le is mondtuk ezerszer a határok erőszakos megváltoztatásáról. Mi kinyilatkoztattuk a Horn kormány alatt, kinyilatkoztattuk Kádár alatt, és kinyilatkoztatták a fene tudja hányszor velünk különböző nemzetközi fórumokon, hogy mi nem, igen, nem fogjuk erőszakkal, bár Deák Ferencet nem akarom idézni, mindenki tudja, hogy mire gondolok. Deáknak volt egy nagyon szép mondása ezzel kapcsolatban, hogy ha nemzet, önként. Pont. Tehát mondatom eredő része, tehát az, hogy deklaráltuk, és ma is deklaráljuk, hogy tiszteletben tartjuk, bár nem szeretjük nyilvánvaló történelmi okokból a trianoni és a párizsi békeszerződés gyalázatos ország csonkítását és nemzet csonkítását. Most is szeretném hangsúlyozni és aláhúzni, hogy a trianoni és a párizsi békeszerződés nem csak a magyarsággal szemben volt merénylet, hanem a keresztény Európával szemben és a jelenlegi unió előképével, az osztrák-magyar monarchiával szemben is. Hisz az osztrák-magyar monarchiában megvolt minden, amely most nincs meg egyébként az Európai Unióban. Minden, a szabad vándorlás, a nyelvhasználat és minden más, ezt tönkreverték és létrehozták, behoztak egy idegen kultúrát a keresztény Magyarországra. Tették ezt annak ellenére, hogy 1526-tól 150 éven keresztül védtük a kereszténységet. 150 éven keresztül véreztek. Véreztek a magyarjaink, és ezért kerültünk ebben a helyzetben, amiben vagyunk. Azt mondta Szijjártó képviselő úr, hogy a legfontosabb mai feladatunk az adósság állománnyal való küszködés és megküzdés. Én ennél sokkal fontosabbat mondok önöknek, az előbb idézett mondanom lényegét illetően. A magyarság megmaradásának szent ügye a lehető legfontosabb. Megmaradunk-e, vagy nem maradunk meg? Megmarad-e a csonka Magyarország magyarsága, és megmaradunk-e a szorványban, vagy ahogyan Íj és Gyula fogalmazott, ez a kenyérhéja egyre vékonyabb lesz. Ha számvetést készítenek, ha gondolunk arra, hogy Márai Sándor kassáján, amely Európa kulturális fővárosa lesz, hogy az Unióhoz egy kicsit eurokonform legyek jövőre, tehát Márai Sándor kassájában a második bécsi döntéskor 89-90%-os magyarság volt, ma pedig 200 ezer kassai közül 10 ezer tudja Arany János nyelvét. Ha a kincses Kolozsvárra gondolok, melyet Misztótfalusi Miklós nevezett annak idején, a kincses Kolozsvár lakosságát is megváltoztatták erőszakosan. És én a mai mondandó másik lényege a következő. Ha lemondtunk a határok erőszakos megváltoztatásáról, az a minimum a 21. század Európájában és az Európai Unióban,
hogy hagyják békén szülőföldjükön élni, megmaradni, szaporodni azokat a magyarokat, akik soha nem hagyták el a hazájukat, akik ma is ott élnek, akár Burgenlandban, akár a Felvidéken, akár Kárpátalján. Gondoljanak, képviselőtársaim, arra, hogy a milleniumi 1896-os emlékműből kettő áll ma, egyik Pannonhalmán, a másik pedig Pusztaszeren, és szabad-e Dévénynél betörnöm Új időknek új dalaival? Dévénynél lerombolták, ugyanúgy, ahogy lerombolták Mária Terézia gyönyörű Fadrusz alkotását Pozsonyban, és minden évben megrongálják a szlovákok, minden évben letörik a halhatatlan Petőfi kardját, minden évben ezt teszik velünk, és Kárpátalján van meg az a turul emlékmű, melyet egy igaz magyar hazafi állított fel, de kihagytam egy fontos helyet, Nyitrát, az ősi magyar királyi város Nyitrával szemben a Zoborhegyen is természetesen lerombolták az új honfoglalók, és lerombolták Zimonynál, és lerombolták a Cenken Brassónál is. Én arra kérem a mostani nemzeti kormányt, Magyarország harmadik nemzeti kormányát és kormányfőjét, hogy a következő években az alkotmány szellemében legalább próbáljuk megőrizni, megtartani a magyarokat a Kárpát-medencében, és próbáljuk megőrizni a történelmünket, megőrizni a kincses temetőket, megőrizni a Házsongárd, a Cipszer temetőket Iglóban, Lőcsén és a Szepességben mindenütt, mert nem csak az utódállamok nem csak arra törekednek, hogy a magyarok földönfutók legyenek és elhagyják a hazájukat, vagy beolvadjanak az úgynevezett reszlovakizálással, hisz ugye Rákóczi Ferencet is Frantisek Rákóczinak nevezik, és most képzeljék el, ebben a körben csak mondjam el, a fiam mesélte, hogy egy iskolai küldöttség érkezett Orosházan a gimnáziumba, egy szerb küldöttség, akik közölték a legújabb történelmi tényt, hogy nekünk, magyaroknak a Nándorfehérvári diadalhoz, 1456-hoz és a déli harangszóhoz semmi közünk nincsen. Mert, mondja a 16 éves fiam, a szerb tanárok és az igazgató úr közölte, hogy Hunyadi nem magyar volt, nem román volt Hunyadi János a törökverő, hanem szerb volt, és az a szerb diadal. Kérem szépen, hát legalább a történelmet ne hamisítsák meg, hagyják meg a történelmet, a magyar történelmet annak, akié. Ez a mi történelmünk, ez a mi hazánk, Hunyadi János a mi kormányzónk volt, és marad, legalább ebben történjek valami lépés. És amit még nem befejezésül, de a tegnapi adai Damjanics emlékművel kapcsolatos polémiát kiegészítve, nem vegyes bizottságok szükségeltetnek, amelyek két vagy három évig üléseznek, mint jelen esetben a Délvidéken, ugye vegyes bizottság alakult annak a nagy kérdésnek az eldöntésére, hogy 45 ezer magyar honfitársunkat azért mészárolták le a szerb partizánok, mert magyarok voltak, vagy belefutottak a késbe. Hát ez mindenki tudja és világos, hogy 45 ezer magyart azért öltek meg bestiális kegyetlenséggel, mert magyar volt. Mi volt a probléma? Mert magyar volt. A 21. században és a 20. században ilyet a művelt Európa, a keresztény Európa nem tűrhet el. Aki ezt megteszi, annak nincs helye sem az Európai Unióban, sem a népek közösségében a nap alatt. Ez az én véleményem erről. Hölgyeim és uraim, tisztelt Országgyűlés! Azt mondtam, hogy nem tökéletes remek mű, amiről tárgyalunk. Én azért azt mondom, hogy minden benne van a nemzeti hitvallásban, amely egy nemzeti érzelmű magyarnak szükséges, benne van a Szent Korona pedig itt van, és arra is szeretném emlékeztetni a képviselőtársaimat, hogy 1896-ban a millenniumnál egy napra hozták be a várból ide az ország házába a koronát, ma pedig itt van a korona, tehát mindenki megnézheti, megcsodálhatja, és igen, a Szent Koronatan és a történeti alkotmány az két különböző dolog. Itt van, az előszóban benne van, és végül, de nem utolsó sorban,
Egy nagyon fontos mondat is található ebben a preambulumban vagy előszóban. Mégpedig, hogy mind a baloldali, mind a jobboldali diktatúrákat elítéljük. Elítéljük, ha balról jött, és elítéljük, ha jobbról jött. Elítéljük azért, mert ahogy Antal József mondta, a szélsőségek mindig találkoznak. Hölgyeim és uraim, köszönöm a figyelmüket! Megköszönöm képviselő úr felszólalását, és most felszólalásra következik Róna Székiné Keresztes Mónika. Képviselő asszony, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Néhány percben, mely rendelkezésemre áll, és néhány általam fontosnak vélt mondattal a teljesség igénye nélkül szeretnék hozzájárulni a mai alaptörvény vitájához, a nemzeti hitvallás részhez. Magyarország alaptörvényének megalkotása, létrehozása a 21. századi magyar történelem talán legfelemelőbb és egyben legfelelősségteljesebb feladata is. E munkafolyamatnak, közös gondolkodásnak részese lenni számomra tiszteletet parancsoló kegyelmi állapot úgy is, mint állampolgár, úgy is, mint gyermekeim lelkületéért is felelős édesanya, és így élem meg országgyűlési képviselőként is. A magyar állam berendezkedését szabályozó jogszabálynak jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni, és a most készülő nemzeti konzultáción is alapuló alaptörvény Magyarország történelmének első egységes alkotmánya ezért kiemelt jelentőséggel bír. A jogszabályok előszavaként szerepel, mint önálló egység, az úgynevezett preambulum, mely szabályozó tartalommal ugyan nem bír, de logikai alapként része a törvénytervezetnek. Miért nemzeti hitvallásként szerepel a rész jelen tervezetünkben? Lehetne preambulum is, mely görög-latin szónak eredeti jelentése fémre, fára díszesen festett, hordozható táblakép a görög-keleti vallásokban. Tágabb értelemben, függetlenedve a szakrális tartalomtól, általánosan képiséget, jelkép érvényűt jelent, mégis kissé távolságtartó a szó kisugárzása. Lehetne például nyilatkozat is, a bevezető szakasz neve. A történelem során az emberi és polgári, illetve függetlenségi nyilatkozatok megfogalmaznak ugyan meghatározó érvényű polgári jogokat, de alapjában véve mégis politikai aktualitások ihlették őket. A nemzeti hitvallás nem politikai paktum vagy alkotmányozási kényszer szülte gondolat, hanem a magyar emberekről, rólunk és nekünk szól. Többet szám egyes személyben nyelvtanilag is közösséget teremt a magyar nemzet tagjaival, és közben minden egyes ember személyesen is magáinak érezheti, de az ezzel együtt járó felelősséget is. Történelmi múltunk, melyet Szent István királyunk helyezett szilárd alapokra, Európát gazdagító értékeink, egyedülálló nyelvünk, a kereszténység nemzet megtartó szerepének elismerése őszinte büszkeséggel tölthetnek el bennünket, de emellett a nemzeti hitvallás méltósága és súlya alázatot és komoly elköteleződést is vár tőlünk. Több, mint preambulum vagy nyilatkozat, hiszen benne időtálló és a jövőt szervesen meghatározó értékeket vallunk hivatásunknak, mint például a Szent Korona tisztelete, mint Magyarország alkotmányos jogfolytonosságának és a nemzet egységének megtestesítője, vagy az emberi élet egészének méltósága. Olyan vállalások ezek, melyeket kellő emelkedettséggel csak egy belülről, a nemzet lelkéből jövő hitvallás fejezhet ki. Alaptörvényünk tárgyalásának első napján is teljes és személyes meggyőződésből hangsúlyozni szeretném, hogy élő keretet együttélésünknek a jövőben is a férfi és nő házasságából születő család és a nemzet adhat. Ennek tudatosítása és ennek igényére épülhet csak törvény és gazdaság, ez ad értelmet cselekedeteinknek,
Ettől válik életképessé az egész társadalom. Összetartozásunk gyümölcsöző akkor lesz, ha képesek leszünk mindkettőt, családot és a nemzetet is, kitartó hűséggel, Istenbe vetett hittel és őszintén szeretni. Nemzeti hitvallás ez. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselőasszony. A következő felszólaló László Tamás, a Fidesz képviselője.